Jaj, de szép reggelünk van. Hello, sziasztok, srácok, üdv mindenkinek. Na, kezdjünk bele a szokásos cuccainkba, menjünk ki szépen farmászkodni, és szedjük le a cuccokat. Tök szép reggelünk van, minden tökre békés, és minden a legnagyobb rendben van. Ahogy látom ebbe a csodálatos faluban, nagyszerű. Na, meg is vagyunk a répákkal, szedjük le a, milyen skrumpli, meg búza, meg minden van itt, nagyon jó. Ezek amúgy pol le vannak szedve, na mindegy, nem baj, azért még egyszer elültetjük őket. Jó, ahogy látom, itt teljesen rendben vagyunk, nagyon jó. Na, szedjük le a burgonyát is, itt is szedjük le a burgonyát, mert mindenhol leszedjük a burgonyát, persze. Nagyon jó, csináljuk szépen, gyorsan, nagyon jó. Itt egy szamár közben, aki, ahogy látom, nagyon tetszem neki, vagy nem tudom, mit követ. Mi ez? Segítség! Segítség! Valaki kiírt a srácok, hogy segítség. Onnan jött. Onnan jött a hang! Ott van valaki. Ott van, na, várjatok. Ki az? Ott egy ember. Na, várjatok. Hello! Szia, te! Jó, ahogy látom, ennek a, ez az ember megsérült. Nem tudom, mi van vele. Na, de várjatok, hozom a cuccaimat akkor. Van itt valahol, azt hiszem, hogy így van, van nekem ilyen elsősegély cuccom, regeneráció pot, hogy gyors, fussunk vissza hozzá. Uram, vagy nem tudom. Ki az? Srácok? Az ott Freddy. Az ott Freddy, hogyha jól látom. Mit csinálnak? Srácok? Srácok? Freddy neki támad. Ne, ezt nem hagyhatom. Ezt nem hagyhatom. Ne, nem bírom megütni. Nem bírom megütni. Megölte, srácok. Miért? Vagy ez így mi? És amúgy nem azért mondom, de ez egy... Aha. Ott van valami, várjatok a mentőautóba. Tele van vérrel, meg... Jó, ezt megnézem, nem tudom, hogy mi az ez. Vagy mi ez? Nem tudom, hogy ez mi volt, srácok, de itt volt egy lesérült ember, és neki támadt Freddy, és nem bírtam megütni, nem tudom, hogy ez mi volt. A gondokat mindig a víz alatt kell keresni. Oké, ez nem tudom, hogy mi volt, de szerintem ennek utána kéne járnunk, mert ez nem oké. Itt van nekem, ugye félretéve, egy börtönhöz alapanyag, szóval, hogyha esetleg... megtalálnánk Freddyt, akkor be tudjuk zárni, mert ugye nem nagyon bírtuk őt megütni. Mondjuk nem tudom, hogy kibírjuk-e őt hívni egy 1v1-re vagy valami. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez a könyv azt írja, hogy a víz alatt kéne keresni a gondokat. Az most vagy azt jelenti, hogy vagy itt van valami egy, valahol egy tó, és ott kéne esetleg valahogy lemennem, vagy nem tudom. Aha, itt van egy eléggé nagy folyó. Lehet, hogy itt kéne valahogy nekem lemenni a tó alá, de nem nagyon látok itt jeleket. Vagy még a másik dolog, amire gondoltam, srácok, hogy esetleg, de ez egyszerűen nem tudom, hogy ez lehetséges lenne, hogy a kútban kéne esetleg körbenéznünk, hogy talán ott találunk valamit, de ez nem 100%-ig biztos. Gyors, megnézzük, hogy aha, jó, oké, srácok, hát egyszerűen rajtunk nem lehet kifogni, jó? Itt van a kútban egy levezető út, mondjuk mindenünk megvan. Megvan a diaszettünk, van OP-al, meg hát jó. Én azt mondom, hogy mehetünk itt lent. Oké, itt lávás cucc van. Oké. Jó, túlmentünk rajta. Ez tudom, hogy mi lesz. Így van, ez ilyen akadályos cucc. Jó, ezen így eléggé könnyen végig lehet jutni, ahogy látom. Na, menjél. Jó, oké, megvagyunk. Ez meg itt. Jaj. Nyomólapok, srácok. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez nem az lesz, amire én gondolok, vagy... Aj, nem tudom, megkockáztassuk, vagy inkább üssük ki. Jó, én kiütöm, vagy sok idő. Jó, ez TNT volt! Oké, ugorjunk! Ugorj! Jó, oké, itt is egy TNT. Menjél, gyerünk, jó! Fuss! Oké, visszafele már nem hiszem, hogy nagyon könnyedén fel tudnánk menni. De nem baj, így is úgy is lent kell elkapnunk akkor valószínűleg. Legalábbis hát gondolom, hogy itt lesz. Mert hogyha ez volt odaírva abban a mentőautóba, akkor valószínűleg gondolom, hogy itt kéne őt valahogy megkeresni. Itt a piros gyapjú után tovább bírunk menni, így is van. És itt vannak ilyen piros gyapjú. Gondolom, hogy erre kell menni, de várjatok, azért megnézem, hogy nem, oké. Nem arra kell menni, jó. Akkor itt át kéne ugrálni, mondjuk jó lenne, hogyha óvatosan csinálnak, mert az ott eléggé... Mi? Oh! Jó, leestem, nem baj. Oké, visszabírunk megjönni. Jó, először a piros gyapjukkal gyors felépítem magamat. Oké, oda átugrunk. Hát itt eléggé bénák voltunk, de mindegy, azért még legalább tovább bírunk menni, meg szerencsé, hogy azért van nálunk még bedrock. Mondjuk azt nem nagyon kéne pazarolni, mert
Ugye hát valamivel mégiscsak be kéne öt zárni. Hú, de közel volt, hogy leessünk. Jó, na megvan. Oké, hát nem azért mondom, de én azt inkább ott... oké. Skeletonok, azt a TNT-s cuccot én ott biztos, hogy kikerülöm. Azt ott inkább hanyagoljuk meg. Itt van valami Cobblestone-nal elzárva. De errefele vezetnek a... errefele vezetnek a piros gyapjuk, de rengeteg mob van, srácok, de nem baj, azért csak ki fogunk tudni rajtuk fogni. Nagyon sokan vannak, de nem baj, ettől élvezetes a küldetés. Ó, Istenem, vannak itt ilyen kis izék is. Silverfishek. Na, ezt izéltetek le. Egyszer engem leszóltatok, hogy miért nem emlékszek rájuk. Na, de mindegy. Srácok, amúgy mielőtt még így folytatnánk, na várjatok gyors, akkor már ezeket a mobokat legyőzöm. Mielőtt tovább megyünk, csak még felszeretnélek titeket valamire hívni. Jó, amúgy itt amúgy annyira nagyon sok mob nincsen. Jó, egy-két skeleton van még itt, mondjuk azért jó sokan voltak, de amúgy annyira nem erősek szerencsére. Jó, őt is megöljük meg még azt a pókot. És srácok, még mielőtt folytatnánk, meg szeretnélek titeket arra kérni, hogy van egy jó barátom, aki most kezdte el a videózást, és ugye még nincsen nagyon sok feliratkozója, és hát volt neki régebben egy csatornája, de azt a YouTube letörölte, és segíteni szeretnék neki annyiban, hogy ő most csinált egy nyereményjátékot, amiben MySide-os érméket lehet nyerni, és nagyon örülnék neki, hogyha a leírásban lévő linken ott van ugye a csatornára, arra csak rámennétek és legalább megnéznétek a videóját, vagy jelentkeznétek rá, ugye fel kell rá iratkozni, meg nem tudom mikor ízik, meg majd megnézitek a videót. Ennek nagyon-nagyon örülnék, hogyha ezt megcsináltok, viszont itt van egy piros, aha, igen, arra kell menni, meg hogyha már itt vagytok, akkor már dobhatok egy lájkot is a videóra, nagyon szépen megköszönöm. Oké, ahogy gondolom, vagy legalábbis gondolom, hogy itt akkor lefele kell, így is van, lefele kell menni, és ajaj, szerintem srácok itt vagyunk. Szerintem srácok, itt vagyunk, jó. Akkor én még mielőtt tovább megyek, megépítem a börtönt, jó? Istenem, ez így nagyon nehéz lesz, nincsen csákányom meg semmim. Gyors, egy kicsikét, nem tudom, hova építsem meg a börtönt, srácok. Nem tudom így nagyon hol van megépíteni. Ez jó kérdés. Mondjuk tegyük fel, akkor jó, legyen itt szépen így itt a börtön, azt ennyi. Ide szépen gyors megépítünk valami kis börtönt, ahova majd bebírjuk zárni, mert szerintem már ott vagyunk. Legalábbis ahogy láttam ott, legalábbis ott kicsit lehetett látni ugye nevét. Szóval ja, gondolom, hogy már ott leszünk, és én azt mondom, hogy legalább akkor már így a börtön gyors megépítjük, ezt így bezárom. Jó, nagyszerű, nem lesz túl nagy börtön, csak egy kis... apró kis ilyen helység, hogy épp hogy csak be tudjon jönni ide, és gyors be tudjam szépen zárni, mielőtt majd elszökhetne. Nagyszerű, okés, jó, így egy kicsikét, így nagyon jó, és okés, így rakjuk le szépen így a ajtót, ez így pont nem lesz jó, na mindegy, akkor így szépen, na várjatok, tökéletes, és itt lesz szépen a kar. Jó, mondom, így lesz így a kar. Nagyon jó. Oké, igen, így is van, tökéletes ez a börtön. Na, srácok, akkor menjünk is szépen tovább, és nézzük akkor meg, hogy Freddy miért is ölte meg ezt a karaktert, mert hát nem hiszem el, hogy komolyan ott van valaki a mentőnél, segítséget, itt van. Segítséget kér, és meg kell ölnie. Freddy, fordulj meg! Miért ölted meg azt az embert? Miért kellett meg... Ne ütögess te engem. Mi van itt? Milyen jó kart, ezt kiveszem, kösz. Miért kellett megölnöd azt az embert, ha? Ha? Miért kellett? Szegény ártatlan volt, segítséget kért, és te csak oda mentél és megölted. Miért? Mi ez Freddy titkos ágyacskája? Milyen jó, valami horgászbot van itt. Jó, én ezt így nem veszem, ezt inkább oda rakom. Titkos ágyacskája, van valami ott az ágynál vajon, vagy nem tudom, na mindegy. Hogy találtál ide? Hát figyelj, muszáj. Mi az, hogy muszáj volt? Mi az, hogy muszáj volt, hogy megöljen? Miért kellett megölnöd? Mondjad, miért volt muszáj őt megölnöd, Freddy? Egyáltalán nem volt muszáj, láttam, hogy mi történt, szegény csávó csak ott volt, segítséget akarta meg, oda mentél és egyszer csak bum, megölted. Miért kellett ezt? Mert őt már több hete kinéztem magamnak, és kit érdekel? Akkor se ölhetsz meg csak úgy random embereket, sokat tudok tőle örökölni, és kell a pénz. Oké, értem, hát Freddy, van egy rossz hírem, gyere, kövess szépen, gyere Freddy, nézd, mutatok neked valamit, várjál, oké, hát így eléggé nehezen. Oké, köszi szépen, hogy ezt kiütötte. Na, gyere szépen, mutatok neked valamit. Kövess, jó, ügyes vagy, nagyon jó. Csináltam neked ide egy tökéletes házikót. Nézd ide, csináltam neked egy tök jó házat. Menj, léci be. Gyere, léci be. Menj be, Freddy. Gyerünk, vár a sok kaja, nézd. Ott a könyved, ott a gyémánt. Sok dolog van benne, látod? Menj be. Gyerünk, felvett egy gyémánt szettet. Jó, én beveszek inkább egy ópiaalmát. Freddy, bemennél, léci? Úristen, milyen ópiaalmája van. Hallod? Menj már be. Léci, menj már be. Úgy. Szépen gyerünk.
Elkezdett engem ütögetni, gyerünk Freddy, menjél be, nem akarlak megölni, mert nem vagyok olyan gonosz, mint például te. Csak menjél be, csak ennyit akarok, jó? Bezártuk, haha, ennyi volt, easy. Jaj, oké, kicsit inkább hátrébb megyek, remélem, hogy nem fogja tudni kiütni az ajtót. Tehát srácok, be tudtuk lökni nagy nehezen Freddyt, hát jó, eléggé szerencsénk volt. Na mi van Freddy? Na ilyenkor próbálj meg másoknak ártani. Hát srácok, meg tudtuk csinálni a küldetésünket, legalábbis amit igazából kineztünk magunknak. Nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett a videó, és hogyha tetszett, akkor így dobjatok egy lájkot, iratkoztok fel a csatornára, nyomjatok meg a csengőt, stb. Találkozunk legközelebb, én Dani voltam, és még egyszer köszépen, hogy itt voltatok. És ja, sziasztok!